A 7200 lakos számláló nyírtelek másfél milliárdos költségvetéssel vágott neki a 2020-as évnek. Az önkormányzat legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy biztosítsa az intézmények nyugodt működését. Pályázati forrásból és saját erő segítségével megújultak az orvosi, gyermekorvosi rendelők és a védőnői szolgálat épületei. Az egyik óvodát már felújították, a másikkal kapcsolatban a közbeszerzési eljárásnál tartanak, és egy bölcsődei szobával is bővül a hálózat. Az intézményekben felújították a játszótereket, a jövőben pedig a közterületi játszótereket is bővítik és korszerűsítik. Emellett kívülbelül megújult a város egyik jelképének számító Királytelek Vigadó. A legnagyobb projekt a Zöld Város volt, amely a Vigadó felújításában csúcsosodott ki. Ezt 1883-ban építették itt Nyírtelken, és ez volt mindig is Nyírteleknek az egyik legjellemzőbb, legkarakteresebb épülete, amelyet most felújítottunk, de úgy újítottuk fel, hogy mellette volt a Coop épület, és azt is megvásároltuk, és az egészet egybezártuk, technikailag teljességében, illetve gépészetét tekintve plusz egy parkot is készítettünk hozzá, amit volt ott mögötte egy kis rész, de azt jelentősen fel kellett újítani, üzlethelyiségek kerültek kialakításra, és most azon dolgozunk, hogy megtöltsük majd tartalommal, egy olyan rendezvény terem legyen itt Nyírtelken, ahova nagyon szívesen járnak ki Nyíregyházáról is. A régi honvédségi baraképületek helyén már korábban elkezdődött egy sportcentrum kialakítása, ami idén egészült ki egy központi épülettel. Alapjában ugye volt egy futballpályánk, amellé következett egy műfüves focipálya építése, aztán a futókört elkezdtük felújítani, a fenti részen is kialakítottuk újra a sportpályát, amely lovasoknak, gyakorlópályának szolgál, aztán hozzákapcsoltunk egy kondiparkos pályázatot, és a kondiparkot is sikerült felépítenünk, majd ezt az egészet körbekerítettük, és tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a koronát a sportnak épített öltöző tette fel erre az egész létesítményre, amely 143 millió forintból épül, de nyilván vannak még további terveink, itt kosárlabdapályát szeretnénk, lábteniszpályát szeretnénk. Állami forrásból 2020-ban több út is megújult a városban. A települést átszelő kerékpárút, a tavaly átadott nyugati elkerülő és a Nyírtelket nyírszőlőssel összekötő út olyan infrastruktúrális fejlődést eredményezett, amelynek következtében egyre többen érdeklődnek az önkormányzati telkek iránt. Vannak központi telkeink, ahol korábban az volt a bevett gyakorlat, hogy ilyen kettőt tudtunk eladni évente, maximum hármat. Most ebben az évben már 8-at adtunk el, és ugye még nincs év vége. És tulajdonképpen egy utcát teljesen betelepítettünk fiatalokkal, Nyíregyházáról, Nyírtelekről, tehát nyírtelkiek is gondolkodnak abban, hogy itt maradjanak, de egészen Nyírbátorból is költöztek ide, és ezt a pénzt nem használjuk el semmi más célra, csak hogy ugyanezeket a telkeket még komfortosabbá, még jobbá tegyük, illetve bővítsük itt ezt a központi telekrészt, és csatornázásba, útépítésbe fogjuk fordítani, hogy ez még színvonalasabb, még jobban kiépült területté váljon itt Nyírtelken. A polgármester még elmondta, hogy jövőre szeretnék kialakítani a Városháza új épületét, amelyben az önkormányzat mellett a Városüzemeltetési Kft. És több szociális ügyet intéző iroda is helyet kapna. Emellett még a város keleti részén lévő, jelenleg elhanyagolt területen egy szabadidős pihenő övezet létrehozása szerepel a 2021-es tervek között.